Kultúrával folytatjuk a délelőttöt, és az Abigail kiállításról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Herpai András muzeológus. Szia, köszöntelek szeretettel. Szia, köszönöm a meghívást. Én bevallom, hogy 10 évesen nagyon csúnyán eltörtem a lábamat, és akkor olvastam először az Abigailt, azóta nagyjából 120-szor láttam azt a régi sorozatot, a filmet, és körülbelül 2-3-szor újra is olvastam, úgyhogy nagy rajongó vagyok. Miről szól a ti kiállításotok, vagy minek az apropóján rendeztétek ezt meg? Ebben az évben ünnepeljük Szabó Magda születésének 100. évfordulóját, és arra gondoltunk a kollégáimmal, hogy ezt mindenképpen meg szeretnénk, meg kell ünnepelni. És hát a rádió és televízió történeti kiállításban az a célunk, hogy a rádiózás, televíziózás történetét bemutassuk. És éppen ezért ez a két cél ebben a sorozatban kapcsolódik egymáshoz. Ugye ezt mindenki szereti, mindenki hallott róla, látta, ismeri a történetet, ezt az Abigail történetet, és pontosan ezért gondoltuk, hogy erről megemlékezünk. És ez nem csak egy kiállítás, igazából itt a hangulatát hozzuk el a látogatónak, ahol a látogató lehet a főszereplő. Mikori film ez az Abigail film? 1977-ben forgatták, tehát idén 40 éves. Milyen volt akkor a népszerűsége, mert hogyha azt nézzük, akkor 2017-ben szerintem töretlen ez a népszerűség. Ez máig töretlen, és akkor is nagy népszerűségnek örvendett, pontosan igen. Milyen volt az akkori technikai háttere, vagy mit lehet tudni a film hátteréről? Hát a legfontosabb tényezője, talán a sikernek a quintesszenciája is, hogy Szabó Magda írta a forgatókönyvet is, nem csak a regényt, hanem a televízió sorozatban is egy nagyon fontos részt vállalt. Emellett Zsúrzs Éva rendező, ő volt a rendezőjének a történetnek, szintén nagyon fontos, emblematikus alakja a magyar televíziónak. És hát ami a harmadik pillér talán, a fontos a szereplők, tehát a színészek játéka is nagyon fontos. Hát akkor beszéljünk a színészekről, nem tudom, kivel kezdjük, talán Ginával kezdjük. Kezdjük Szerencsével, igen. Ő már kicsit azért idősebb volt, ugye 17-8 évesek a lányok a film eredetiében, de ugye hát már ők főiskolások voltak, vagy végzett színművészetisek, amikor eljátszották ezeket a diáklányokat. Igen, pontosan, tehát ők már nem csak hogy tanultak, hanem már végzett színészek is voltak. Hát 25-26 évesek lehettek akkoriban, és el kellett játszanunk egy nem csak 17, hanem inkább 14-15 éves. Szóval még fiatalabbak. Még fiatalabbakat, igen, és ezért is van egy kis csavar a történetben, mert a könyvben 5. osztályról szól ez a regény, viszont a filmben már 2 éve csúszunk, tehát 7-esekről szól elvileg a történet, hogy jobban el lehessen játszani inkább a 17-18 éveseket, és ez látszik is, hogy nagyon, nagyon jól sikerült. Róluk lehet tudni, hogy ez a lánycsapat, ugye Zsúrzs Kati is, a rendező lánya is játszott benne, de Tormát... Bánfalvi Ági, igen, de hogy ők mennyire voltak jóba, ők azt látjuk, hogy ugye egy jó csapat volt, egy jó osztályközösség, ez a valóságban is megvolt? Hát ahogy a visszaemlékezéseket ismerem, ez abszolút egy igazi, tényleg egy családként működött a forgatás alatt. Talán azt is mondhatjuk, hogy a Básti Lajos, a Torma Gedeon igazgató úr volt ennek a központi alakja, ő volt talán mondjuk az, hogy a családfő is, és a többiek is ebbe a családba érezkedtek be. Hát akkor, ha már a tanárokról beszéltünk, azért Torma személye a filmben is, de a könyvben is egy nagyon szigorú, egy nagyon fekete, egy ilyen tekintélyt parancsoló emberről van szó, akkor a valóságban ez nem így volt. Hát volt egy tekintélye ott is azért Básti Lajosnak, de azért szerintem meg lehetett gyengíteni a szívét, főleg ilyen szép mosolyal, mint ami neked van. Mi a helyzet akkor a tárgyakkal, a kiállított eszközökkel, mert ahogy olvasom, itt az igazgatói irodába is benézhetünk. Nem csak benézhetünk, hanem be is ülhetünk Torma Gedeon igazgató úr irodájába. Ez volt a lényeg ennek, ez a lényeg a kiállításnak, hogy nem csak megnézzük az egyes tárgyakat, hanem be is ülhetünk az iskolapadba, mi lehetünk a főszereplőjének a történetnek, tehát akár az igazgató úr irodájába is, vagy akár a kertbe, ahol az Abigail szobra áll. És a szobornak mi a funkciója a kiállításon belül?
hát az, ami a sorozatban is, hát lehet üzenni Abigailnek, hogyha valaki szeretné, felírja az e-mail címét, postai címét, és hát igyekszünk minél hamarabb válaszolni, hát legalábbis eljuttatni az üzenetet Abigailnek. Voltak már ilyen üzenetek, vagy aki ellátogat a kiállításra, ő ott hagyja a kis levelét Abigail korsójában? Hát tömve van. Mindig ki kell szednünk, és úgy kell elraktároznunk ezeket az üzeneteket, hogy mindenki az üzenete megmaradjon, illetve hogy az üzenet célba is érhessen. Itt, ha minden igaz, akkor például a lányok ruháját is fel lehet próbálni, tehát egy pillanatra, egy pár percre matulások lehetnek az odalátogatók. Igen, az MTVA jelmeztárából kölcsönöztük ezeket a ruhákat, vagy hát legalábbis áthoztuk a kiállításba. Azt érdemes tudni erről a jelmeztárról, hogy több mint 80 ezer tételnyi anyagot őrzünk a régi filmsorozatokból. És hát nagyon egyszerű volt a dolgunk, mert hogy erre ezer a ruha gyűjteményre, amit az Abigail ruháit tartalmazza, hát az mindenki tudta, hogy melyik az, hol van, és hogy talán azt is, hogy kihordhatta. Milyen kulisszatitkokba nyerhetünk betekintést, vagy milyen titkokra kapunk választ itt a filmmel, a regénnyel kapcsolatban? Hát szerintem a legfontosabb az, hogy a hangulatát át lehet érezni. Ez kevésbé kulisszatitok, de talán ez a legfontosabb része a kiállításnak. Minél kevesebb szöveges információt helyeztünk el, mert nem akartuk terhelni a látogatót. De kis filmekkel, hanganyagokkal, nem látott riportokkal és nem hallott riportokkal gazdagítjuk ezt a tárlatot. Az ekkori színészek, az egykori színészei ennek a sorozatnak ellátogattak a kiállításra, vagy van valamiféle emlék velük kapcsolatban? Bánfalvi Ágnessel találkoztam, vele egy készült is egy riport a kiállításon belül, és hát ő az ő visszajelzés alapján azt tudom mondani, hogy hát sikeres a kiállítás, mert ő is már ott érezte magát a forgatáson. Ez nagyon-nagyon nagy büszkeségünk, hogy sikerült elérnünk a célunkat. Meddig látogatható ez a kiállítás? Hivatalosan november 30-áig, de lehet, hogy nagy sikere volt tekintettel, meg fogjuk hosszabbítani a kiállítást. Miben áll ennek a filmnek, vagy a kiállításnak a népszerűsége? Ahogy mondtuk, 77-ben készült a film, 40 évvel később is én még leülök néha vasárnap délutánonként, és megnézem ezt a filmet. Mit tapasztaltok ti? Milyen korosztály érkezik mondjuk a kiállításra? A legfiatalabb látogatóm 8 hónapos volt, és a legidősebb meg 85 éves. Minden generációba eljut ez az üzenet, és mindenki fülig érő szájjal hagyja el a látogatóteret. Hogyha a múzeumra egy kicsit kitekintünk, mi az, amit még láthatunk, hogyha nem csak az Abigail kiállítást néznénk meg? Az állandó kiállításunk célja a rádiózás és a televíziózás történetet bemutatni. Interaktív anyagaink vannak, van egy működő szinkronstúdiónk, egy működő hírolvasó stúdiónk, ahol ki lehet próbálni a bemondók életét, illetve a sugógépet is, meg lehet próbálni, el lehet küldeni egy ilyen üzenetet is, e-mail segítségével, szóval itt is a látogató a főszereplőnk. Terveztek-e a jövőre nézve még időszaki kiállításokat, hogyha ez az Abigail kiállítás lezárul, akkor mondjuk lehet, hogy meghosszabbítjátok, de mi a helyzet a tavaszra? Hát reméljük, hogy sikerül összehoznunk majd egy süsű kiállítást, ugyanis ebben az évben, december 24-én került adásba 40 éve ez a kedves kis mesetörténet. Hát köszönöm szépen, András, hogy itt voltál velünk. Remélem, hogy nem csak nekem jött meg a kedvem az Abigail kiállításhoz, hanem a kedves nézőknek is. További jó munkát nektek! Köszönöm szépen!